Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy mindannyian jól vagytok. Itt szeretném közölni, hogy ma megérkezett az új kártya csomagom, amit a férjem készített, és itt a magyar írásról, a volt írásról van szó. Már készítettem erről egy felvételt, és kíváncsi vagyok, hogy tetszik-e nektek ez a felvétel, vagy ez az új kártyacsomag. Itt tényleg a magyar történelemről van szó. És ebben a felvételben a bibliai üzenetről. Már többször említettem, hogy 2002-ben meghalt az anyukám, és annak idején kerestem a kapcsolatot az égi hatalommal, jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga bizonyos szavaknál, és ennek volt egy értelme, így jött létre ez a kommunikáció. Hogy milyen üzenet jön, ezt én nem tudom, tehát én is kíváncsi vagyok, hogy mit kapunk a mai napon. Ami az anyagiakat illeti, most még vannak nehézségek, úgy megállt minden, de legyen meg a bizalom, hiszen hamarosan lesz nyeremény. Vannak bizonyos tervek, és néha úgy gondolod, ezt nehéz megvalósítani, de ezek a tervek megvalósíthatók. Figyelj oda arra, hogy mi, miért van, miért történik, mert be kell tekinteni a mélybe, hiszen itt valamit kellene még tisztázni. A következő napokban tekints a mélybe, hiszen ez fontos számodra, ezek az alapok, és így rendeződnek majd a dolgok körülötted. Voltak a múltban félreértések, ezek most rendeződnek, és úgy fogod érezni, hogy felszabadulsz ebből a helyzetből, hiszen végre fel tudsz lélegezni. Lesz egy fontos találkozás, sőt, a közeljövőben lesz egy jó munkahelyi ajánlat is. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!